Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidoping Csoport vezetője a vendég, és hát kíváncsi vagyok, hogy a sajtóértesülések azok nagyjából pontosak-e ön szerint? Igen, azt gondolom, nagyjából pontosak. Akkor tehát várható, hogy még további esetek lesznek? Hát azért ez le fog most már csengeni, azért most már nehéz azt mondani egy sportolónak, hogy nem hallott a meldónium létezéséről és arról, hogy tiltó listán van, hogy amiben Sarapova védekezett még néhány héttel ezelőtt, le fog csengeni, lesz újszer. Talán mai hír a magyar sajtóban, de lehet, hogy tegnap esti, nem vagyok meggyőződve egyikről sem, hogy az orosz birkózó válogatott is gyakorlatilag úgy, ahogy van, áldozatául esett ennek a új szernek és annak, hogy felkerült a doping listára. Igen, igen, ez így van, ez megjelent. Meldónium, ezzel a névvel kell ismerkednünk, nem tudom, milyen hangzása van, de nyilván az orosz sportolók fülében ez most nagyon durva hangzás, és hát nagyon érdekli az embert, és ahogy beszélgettem másokkal, ez nem csak velem van így, hanem tényleg még a járókelőkkel is, hogy hogyan kerül egy szer egyik pillanatról a másikra fel a doping listára, mert ugye az nem lehet, hogy ez eddig nem volt teljesítményfokozó, eddig is az volt, de eddig nem szerepelt ott, most hirtelen ott van. Mi ennek az oka? Hát az egyik pillanatra a másikra azért az egy kicsit túlzás, tehát nem egyik pillanatra a másikra került fel a listára, de a tiltó listára került fel. December 31-én még nem volt ott. Ez így van, de monitoring listán rajta volt. Tehát amikor kocintottak, akkor került fel. Több mint egy év, nem, mert már szeptemberben tudtuk, ugye megjelent a következő évi tiltólistát, mert szeptemberben kiadja a WADA, ez teljesen nyilvános, megtekinthető a WADA honlapján is, a jövő évi tiltólista, és akkor már lehetett tudni, hogy a meldónium felkerül a tiltólistára a monitoring csoportból, sőt én szeptember elején voltam a kölni laboratóriumban egy tárgyaláson, ahol már szóltak, hogy vigyázzatok, mert ők mérték a bakui európai játékoknak a mintáit, és nagyon-nagyon magas pozitív arányt mértek benne, és szóltak, hogy vigyázzatok. Meldóniumból. És szóltak, hogy vigyázzunk, és mi már akkor elkezdtük írni a hírleveleket és a tájékoztatókat, sőt a decemberi konferenciánkon egy külön fejezetet szenteltünk a meldóniumnak, hogy felhívjuk rá a figyelmet, és akkor még nem volt 2016, csak 2015, tehát ezt lehetett tudni. Azért ez nem annyira új ez a szer, 10 évvel ezelőtt már lehetett olvasni róla, nem sok hír jelent meg. Ugye Magyarországon ismeretlen, nálunk nincs törzskönyvezve. A világon, a nyugati részén a világnak szintén ismeretlen, az USA-ban sem ismerik, sőt, nem ismerik el, hogy szívgyógyszer lenne. Ezért itt megoszlanak a vélemények a gyógyászati hatásosságát illetően is, de például lehetett olyat olvasni, hogy az afganisztáni háborúban, az orosz hadseregben rendszeresen kapták a katonák, nyilván nem azért, hogy jól lakjanak, hanem azért, hogy valamilyen teljesítményt fokozzanak vele. Engem ez a folyamat továbbra is érdekelne, mert ugyan el lehet olvasni az interneten, és valamennyire ott beleláthat az ember, de szerintem a tévénézők nagy része nem tudja, hogy hogyan zajlik ez a folyamat, ahogy felkerül egy szer a listára. Ugye van először a szabad fordításban lista szakértői csoport, igen, amelyik esetleg javaslatot tesz, és akkor innentől kezdve mi történik? Így van, tehát van egy tiltólista munkacsoport, ez a WADA-hoz tartozik, itt szakértőkből áll, orvosokból, vegyészekből, gyógyszerészekből, általában valamilyen akkreditált laborban dolgoznak, vagy azt vezetik, és akkor ők döntenek arról, hogy egyetlen javaslatot tegyenek-e, hogy felkerüljön a szer a tiltólista. Még azt kell tudni róla, hogy a monitoring lista az azt jelenti, hogy mérik a szernek a megjelenését a sportolói mintákban, tehát ugyanúgy minden doping ellenőrzésen megméri a WADA akkreditált labor, de tehát nem jár érte. Hogy mérhető legyen és kimutatható legyen. Legyen kimutatási módszer, az mondjuk egy fontos szempont, így van. Igen, szempont-e az, hogy ez esetleg káros-e a szervezetre? Abszolút szempont. Szempont, hogy legyen teljesítményfokozó hatása, vizsgálni kell az egészségkárosító hatását, ugye itt most egészséges sportolónak adva milyen mellékhatásokkal bír a szer, és vizsgálni kell a szedési ez szokásokat. Ez milyen mellékhatásokkal bír? Erről van a legkevesebb információ. Itt a WADA nagyon sietett, mert nagyon magas pozitív szedési szokásokat mért. Tehát azt mérték, hogy nagyon sokan szedik, úgyhogy nem túl sok tudományos vizsgálat készült arra vonatkozóan, hogy ténylegesen mennyire hatékony, akár mint teljesítményfokozó, és milyen mellékhatásokkal bír. Akkor ugye nem ezt sok... kapkodva hozták meg ezt a döntést? Nem tudom, hogy kapkodtak, hát azért egy 20%-os pozitív arány, amit mértek a sportolói mintákban, azért ez egy nagyon magas. Jó, de azt mondja, arány. Hogy nem tudja, hogy az egészségkárosító hatása milyen, meg ezt nem volt idő igazából vizsgálni, akkor elképzelhető, hogy ez egy olyan szer, aminek csak jótékony hatása van a szervezetre,
akkor elvileg ennek talán nem kéne felkerülni nem, a listára? Azt azért bizonyították, hogy van teljesítményfokozó hatás, ugye befolyásolja az anyagcserét, fokozza a regenerációt, tehát sokféle hatását bizonyították. Itt amire én utaltam, hogy viszonylag kevés információ van róla, az az egészségkárosító mellékhatásról van szó. Mert ugye úgy szól a kritérium, hogyha a 4 előírt kritériumból 2-nek megfelel egyszer, akkor ezt fel lehet tenni a tiltó listára. Na, tehát megtörténik ez a tiltott lista csoport, egy szert javasol, és akkor utána a folyamatban mi következik? Mert ezt még csak tavasszal teszik meg, ugye valahogy. Igen, tehát hogy az elfogadásra kerül, akkor a szeptemberben, amikor a következő évi tiltólistát már nyilvánosságra hozzá, akkor nyilván ezt már akkor jelzik, hogy rátették a tiltólistára, és az következő év január 1-ével lép hatályba. Ezt a döntést már a végrehajtó bizottság hozza meg a vadán belül, igen, ugye? Igen. Hát a végső... Igen. Tehát ezt nem a munkacsoport hozza meg, hanem ezt a legfőbb, legmagasabb döntéshozó szerve vadának. De közben kikérik az egyes tagszervezeteknek a véleményét is, tehát mondjuk a Magyar Antidoping Csoport véleményét is kikérik. Itt most ugye ebben a szerven a legfontosabb tagszövetség, ha lehet így mondani, az Oroszország, gondolom az oroszok véleményét is kikérték. Minden nemzetközi szervezet és minden nemzeti doping ellenes szervezet megkapja a tiltólista draftot, vagy hogy mondjam, javaslatot, és akkor ezt lehet véleményezni természetesen. Az oroszok, akik sorra buknak meg ezzel, nem tiltakoztak-e a doping csoportjukon keresztül az ellen, hogy ezt erről felvegyék? Erről nincs információm, elképzelhető, hogy tiltakoztak, nem tudom, mert ezt nyilván a WADA gyűjti be. Tehát mi egymás véleményét nem látjuk, mi a saját véleményünket tesszük meg, és aztán azt összesítik, és akkor ebből születnek bizonyos kommentek, bizonyos megjegyzések, de nem látjuk címkézve, hogy ki tette, és ki panaszkodott, és ki értette egyet, ezt nem látjuk. Ugye azt mondta, hogy Sarapova arra hivatkozott, hogy ő nem tudta, hogy ez felkerült a dopinglistára, és ő ezt már nagyon régóta, tehát 10 éve szedi, és ezért bukhatott meg vele. A tájékoztatás az hogyan zajlik, hogy adják ki a listát? Legalább mondjuk kiemelik az újonnan a listára került szereket valamilyen módon, hogy ez feltűnő legyen a sportoló és az orvosok számára? Hogyne, tehát mi külön hírlevelet is kiadunk erről, közleményt megjelent a honlapunkon, tehát van egy összefoglaló, ami változott a tiltó listába, és mire kell számítani a jövő évben. Ez egy külön összefoglaló anyag, ez megvan a honlapon, meg kell nézni a honlapon, ott van fönn. Tehát azt gondolom, hogy akinek szeme van, füle van, és elolvassa, és érdekli, és megnyitja az e-mailt, az mondjuk egy fontos szempont, hogy nyissa meg, az akkor megtalálja. Nagyon figyelmetlennek kell lenni ahhoz, hogy elkerülje az ember. Ez egy nagyon rosszul sikerült védekezés volt, én azt gondolom, az a sajtótájékoztató. Hogyha szabad egy magánvéleményt megfogalmazni, ha nem szólt volna egy szót se, könnyebb helyzetben lenne most a védekezés során. Az nagyon sok olyan dolog hangzott el azon a sajtótájékoztatón, amin egy élsportolótól elfogadhatatlan. Ezt nyilván a fejére fogják olvasni majd a meghallgatáson. Nagyon érdekelne, hogy ha már olyan nagyon sok vizsgálat nincs, vagy nem mindent tudnak a meldóniumról, azzal tisztában van-e a WADA, hogy mennyi idő alatt ürül a szervezetben, mert ugye ez sem mindegy, tehát lehet, hogy mire Sarapova megnyitotta az e-mailt, addigra már január 1-je túlzottan közel volt ahhoz, hogy a szervezetéből eltűnjön a szer. Igen, hát ez a leggyengébb pontja egyébként az egész meldónium ügynek most a WADA szempontjából. Ha már ítéletet kell mondani, a WADA gyorsan tette föl, vagy kapkodva, vagy ön mondta, tette föl ezt a szert, akkor talán ez a leggyengébb része a dolognak. Valóban úgy tűnik, hogy sokkal hosszabb az ürülési ideje, mint amivel a WADA számolt. A WADA számolt egy ürülési idővel, ez így a vegyületet elnézve, meg a molekulát elnézve, akár elképzelhető is lett volna, ez jóval kevesebb, mint aminek most tűnik. Tehát azért én már olvastam fél éves ürülési időt is, az túl hosszúnak tűnik azért, de komoly vita van, és nincs egységes álláspont pillanatnyilag erről, tehát ilyen értelemben ez a leggyengébb pontja ennek az egész történetnek. Ez nem jelenti azt, hogy a felelősség alól mentesülni fognak a sportolók, tehát nyilván a dopingvédség ténye az dopingvédség, tehát viszont a pozitív vita megvan. Lövés. Ne haragudjon, hogy ezt ezzel a szóval illetem, de ha kiderül, hogy mire felkerült a dopinglistára, vagy kilátásba helyezték, hogy felkerül a dopinglistára a szer, addigra már késő volt ahhoz abba hagyni, hogy ne produkáljanak később pozitív mintát. Én ezt nem nevezném vaklövésnek, tehát a lényeg az volt, hogy leszedjék, nem szedik, és le fognak róla szokni, és le fognak állni, de ugyanakkor és olyan szedik. Sportolók, akik esetleg be akarták tartani a szabályokat, igen? És azt mondták, hogy ők nem akarnak olyan szert szedni, amit nem lehet, azok hiába álltak le akkor, amikor tudomásukra jutott a meldónium tiltottsága, még mindig ott van a szervezetükben, és megbuknak vele.
Tehát gyakorlatilag ebből a szempontból vétlenek. De még nem tiltották el őket. Tehát azt mondja, pozitíván... hogy lehet, hogy akik pozitív mintát produkáltak, azok nem kerülnek eltiltásra? Majd meglátjuk. Tehát attól függ, hogy milyen szinten sikerül bebizonyítani, és ténylegesen elfogadni, hogy itt egy egységes konszenzusra van szükség az ürülési időt illetően. És igen, elképzelhető. Ezért mondom, hogy a Sarapova jobb lett volna, hogyha hallgat a sajtótájékoztatón, mert ugye itt a dopingvédséget megalapozó magatartás, a nem olvasom el, nem tájékozódom, nem vagyok elég gondos. Tehát az előbb az MS-ét hallottuk, itt pont kinn, ahogy várakoztunk a műsorra, megkérdezett tőlem egy szemcseppet, hogy az fönt van-e a tiltólistán, de ugye nincsen, tehát egy profi sportoló, egy gondos sportoló, az mindig gondol rá, az mindig kérdez. Tehát ezen a szinten, ahol a Sarapova van a hetedik legjobb teniszezője a világnak, női teniszezője a világnak, nyilván ez nem elfogadható. Viszont akkor ebből további következtetések és kérdések is jöhetnek, mégpedig az, hogy akiket most a nyilvánosság előtt a sajtó esetleg meghurcol tiltószer használata miatt a pozitív mintából kiindulva, azok lehet, hogy ártatlanok, és lehet, hogy ki is mondják róluk majd ezt? Meglátjuk, hogy mi lesz. Tehát nyilván a pozitív elmint a nem véletlen, hogyha a mi kommunikációnkat, már mint a Nemzeti Doping Szervezetnek, a Magyar Antidoping Csoportnak a kommunikációját megnézi, mi mindig nagyon óvatosan fogalmazunk. A pozitív elmint a nem dopingvédség. A pozitív elmint az egy pozitív elminta, azt helyén kell kezelni, és mi mindig csak akkor tesszük fel a honlapunkra a közleményt, hogy valaki dopingvédséget követett el, hogyha lezárt fegyelmi ügyünk van jogerős határozattal. Itt szó sincs jogerős határozattal, még meg sem volt a fegyelmi tárgyalás, tehát azt el tudom képzelni, hogy nagyon-nagyon mérsékelt büntetést kapnak, vagy akár nem kapnak büntetést, attól függően, hogy a VADA milyen álláspontra jut az ürülési időket tekintve. Viszont ezeknek a sportolóknak az olimpia elveszhet. Majdnem, hogy biztos, hogy elvész. Már a következő előttünk álló. Már akit eltiltanak? Hát annak vélhetően igen. De ott azoknak, akik most ezekbe az ügyekbe meglátjuk, tehát azért itt nagyon, ezek egyéni ügyek, nyilván ki mivel védekezik, de azért azt sose felejtsük el, tehát hogyha valaki egy olyan szert szed, ami tiltólistán van rajta, és azért most március van, tehát január-februárban rá kellett jönni arra, hogy olyan szert szedek, ami tiltólistán van, így van? Tehát az, aki tavaly szedte, az rendben van. Azt majd meglátjuk, hogy mire jut a VADA, lehet, hogy elengedik, lehet, hogy nagyon mérsékelt. De mikorra jut el a VADA oda, hogy ezekben határozatot hozzon, tehát ezeknek a sportolóknak az olimpiai részvétele az veszélybe került ezzel. Veszélybe került, így van, de azért akkor is tiltott szert szedtek, az egy rendben van, hogy akkor még nem tudták, vagy nem gondolták, de akkor is egy meg nem engedett teljesítményfokozással éltek. Csak azért egy nagyon furcsa helyzet ez, mert hogy eleve voltak olyan összeesküvés elméletek, hogy amikor megindult az orosz atléták elleni támadása a VADA-nak, ugye kimondták, hogy központilag támogatott dopingolás folyt Oroszországban, legalábbis az atlétika tekintetében. Már akkor felmerült, hogy itt lehet, hogy valami háttérkonfliktus van, amiben az orosz sportot szeretnénk nehéz helyzetbe hozni. Persze nyilván ezt elsősorban az oroszok mondták, de most találtak egy olyan szert a meldóniumban, amelyet elsősorban orosz sportolók használnak. Ugye van orvos, aki elmondja, hogy már a 80-as években a Szovjetunióban ezzel kísérleteztek. Így van. És ugyanakkor az olimpia előtt annak ellenére hoznak kellemetlen helyzetbe elsősorban orosz sportolókat, hogy nem lehet tudni, hogy mennyi az ürülési idő, és hogy tehettek-e egyáltalán arról, hogy belekeveredtek ebbe az ügybe. Ez egy nagyon kellemetlen szituáció. Kellemetlen szituáció, nem akarnám a VADA-t védeni, nyilván ez a VADA határozata volt, a VADA döntése volt, a VADA védje meg magát most itt ürülési időket tekintve, de hát azért az orosz sportban ennél jóval nagyobb probléma van. Tehát én továbbra is azt gondolom, hogy nem a meldónium a vezető doping szerma a világon, nem ezzel fog olimpiát nyerni senki sem. Önnek tökéletesen igaza van, hogy ettől még kellemetlen és nehéz helyzetbe lehet hozni sportolókat, ezt a VADA-nak rendeznie kell, de azért az orosz sport dopingolása, azért gondoljunk a 2014-es decemberi ARD televízió műsorra, ahol nem a meldóniumról volt szó, hanem minták eltüntetéséről, zsarolásról, korrupcióról, különböző csalásról. De az igaz, hogy ezzel az egésszel, a meldóniummal, az atlétikai botránnyal, a súlyemelő csapatnak a botrányával, akár az egész orosz sport
részvétel az olimpián veszélybe kerül. Nem gondolom, hogy az egész orosz sportot kizárnál, az atlétika van a legnagyobb veszélyben, tehát az orosz atléták vannak pillanatnyilag felfüggesztve. Az senkinek nem érdekel, hogy Oroszország, vagy minden orosz sportoló kizárásra kerüljön. Azért Oroszország meldóniummal, vagy meldónium nélkül, dopinggal, vagy doping nélkül, akkor is sport nagyhatalom, és azért ott sem mindenki dopingol, tehát azért az esélyt meg kell adni minden sportolónak. Az atlétika van veszélyben, de nem sok minden történt az ügyben, hogy az orosz illetve az orosz doping ellenőrző szervezetek nagyon változtassanak az előzőekhez képest. Ugye ezt várja most a világ, hogy valami nagyon átlátható és nagyon keményen változzanak. Egyelőre nem sok minden történt, addig maradnak felfüggesztve. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm.